Mondanám, hogy Besenyei Péter és Tünde felesége a vendégeink, de hát ki se látszottok a kutyák mögül. Sziasztok! Sziasztok! Szergely és Kátya. Igen. Így van. A moszkvai őrkutyák. Hatalmasak tényleg. Hogy bírták ide az utat, és hogy bírták az itteni létet? És mivel hoztad? Most egy kicsikét be vannak izgulva, mert nem tudták, hogy hova jövünk. Ugye általában, hogyha megyünk kocsiba valahova, ez általában orvos. És, és ez nem jót jelent, igen. Az még izgulnak, de attól függetlenül jól viselik. Hát egy órás út volt, hát a kocsiban van klíma, szerencsére úgy, hogy eddig elviselték. Mekkora kocsival jöttök? Csak úgy elképzelném, hogy ez a két kutyus bent, tehát gondolom, hogy boxban utaztatjátok, hogy hogy jöttetek? Igen. Hát tulajdonképpen hátul le van hajtva az ülés, és akkor ott szépen el vannak. Hát elképesztő. Hogy jutott eszedbe ilyen kutyákat beszerezni? Ja, a moszkvai az nem véletlen, de hogy hol találkoztál őket össze? Egy kicsi korú képek vannak. Tulajdonképpen egy kutyás ismerősünktől barátunk kérdeztetek, hogy mit javasol, hogy nekünk olyan kutya kell, ami nagy testű, területvédő, őrző kutya, ugye nagy területen vagyunk, de ugyanakkor családbarát, értelmes, öregkorára nem fog meghűlni és nem fog megenni. És akkor én mondott három típust, egyik volt a moszkvai őrkutya, és Tünde párom a neten elkezdett keresgélni, és pont ilyen képeket látott, ezek kicsikorukban. De pont ilyen kicsi moszkvákat látott az interneten, és mondta, hogy na hát neki ettől kezdve ilyen kell. Egyébként van hasonlóság a Bernát-hegyihez, ugye? Csak van valami méretbeli különbség? Háromféle kutyából tevődik össze a moszkvai kutya. A Bernát-hegyi, a oroszkopó és a kaukázusi. Tehát tulajdonképpen ezek egy valóban egy olyan kemény területvédő kutyák, ellentétben a rokonnal, ami a Bernát-hegyi, mert ő embermentő, őt meg hogyha kell, akkor igen, nagyon igen. Kemények. Hát kemény kéz is kell hozzájuk, nem intettek titeket óva, hogy nehogy ezt a típust válasszátok, mert azért nagyon nehéz lesz őt benevelni? Hát amikor a nagy kutyagúrok ilyen kutyához ért, oktatók meghallották, hogy nekünk egyből kettő moszkvai kutyánk lesz, ami falkaként működik, akkor kisebb pánik volt, és mondták, hogy ez egy krízis helyzet. De mert, hogy egyel még csak-csak, na de kettő azért de ettől kezdve mi ezt komolyan vettük, és az első percet kezdve voltak szabályok felállítva, nem lehet, mettől meddig, és hát jártunk velük iskolába is, ez nagyon fontos, hogy alapfokot mind a két kutyával kétszer, középfokot mind a két kutyával külön-külön kétszer, de otthon is nagyon sokat foglalkoztunk. Azért ezt mondjuk el, hogy ugye olyan 60-70 kilós kutyákról beszélünk. Szergő az 70 kiló körül van, a Kátya 58. Tehát igen, tehát ez ugye nem. Jaj, de cuki vagy, pacsit akar? Azt tudom, én pacsit. Jó, bizony, pacsit. Mert ilyenekre is megtanítottátok őket. Mi van egyébként az élelemmel? Mert úgy tűnik, hogy szerintem ők azért fogyasztanak némi élelmet. Meglepő módon ezek nem sose voltak falánkak. Tehát én kicsikorukban azt játszottam velük, hogy sokszor, hogy miközben ettek, elvettem tőlük, beleettem, kivettem a szájukból, de azt hallottam, hogy a kutya ugye bevédi a kaját, akkor az nem jó. És én szerettem volna ezt a meccset lejátszani még kicsi korukban. Nem most. Most már nem tudom meg lejátszani. De sosem adtak rá alkalmat, hogy sosem maradtak meg, sosem adtak rá alkalmat, hogy jól elverjem. Hát nem tudom, meg tudtam volna tenni, nyilván nem. De hogy mégis, hogy ezt a fajta dolgot lejátszuk, nem adtak rá sohasem alkalmat. És majd nektek is nem mohók, abszolút nem mohók. Amíg én nem mondom azt, hogy tiéd a kaja, addig a közelébe sem megy. De akkor is imánkodni kell, és nem esznek sokat. Netalántán nincs étel három napig, egy hangjuk nincsen. Úgy kell nekik rémánkodni. Teljesen másképp viselkednek mondjuk terepen, vagy úgy mondott, ahol mondjuk éltek, ahol mondjuk nagyon nagy terület van? Hát otthon nyilván nyugodtabbak, itt be vannak izgulva, otthon nyugodtabbak. Hát azért most sem annyira. Valaki be van engedve hozzánk, akkor tehát mi engedjük be, akkor tényleg a torkában nyúlhatsz, mert bármit csinálhatsz vele. Hogy működik tényleg ez a beengedés? Ha gondolom, hogyha illetéktelen behatoló jön, azonnal neki mennek. De kell egy engedély tőled? Szerencsére ilyen még nem volt, de olyan volt, mert a szomszédnek egy új munkása volt, és a kerítés mellett ment, és nem ismerték. Postás? És szedték a kerítést. Hát úgy, hogy kapunk van, aki ott általunk van beengedve, attól kezdve tudja, béke van. Mennyi idősek most ők? 5,5 évesek. Láttunk képeket is, hogy ők csónakban ülnek, de ugye én egyszer már forgattam veletek, és láttam, hogy tényleg nagyon imádják a vizet, hogy van egy szép tavatok, hogy egyből az az első, hogy mennek és úsznak, és akár együtt is úsztok, hogy együtt is pancsoltok. Mai napig ez megvan, hogy ahogy jó az idő, vagy nem kell jó idő se, rohannak a vízbe, és lehet velük fürdeni?
Hát ők általában inkább télen fürdenek, mint nyáron. Aha. A jeges vizet szeretik. Ajaj. Úgyhogy meglepő, de télen többet vannak vízbe, mint nyáron. Nyáron nem mennek olyan sokat vízbe. Ez érdekes. Igen. Igen. Nem tudom, hogy a bundájuk miatt, vagy a szigetelés miatt, mert ha a vízes, akkor már nem szigetel annyira, de ők a téli vizet jobban kerülnek. Azt mondják egyébként, hogy ez egy ilyen tévhit, hogy nagyon melegük lenne attól, hogy vastag a bundájuk. Hát nagyobb, mint a suba. Is. Tehát szigetel, edzés nem kell nekik levágni. Ugyanakkor azt veszük észre, hogy a nyár nehezebben viselik, és szerencsére van olyan búvóhelyük, ahol el tudnak bújni be a stég alá, ahol jár a levegő a vízparton, és tényleg hűvös van, és amikor onnan feljönnek, szó szerint hideg a bundájuk. Uh-huh. Tehát azért van neki búvóhelyük, de ez a bunda szigetel, télen-nyáron. Lakásban szabad a bejárás? Nagyon szűk, tehát a lakásban igazából nem. A teraszról egy kb. Ekkor terület, ahova bejöhetnek, ha be vannak engedve, és nem tovább. Uh-huh. És ott lefekhetnek. És ezt hogy tanítottad? Mondani, első percüket, de voltak ilyen szabályok, hogy például a stégre sem mehetnek le, meg hogy a teraszon lévő asztalhoz sem jöhetnek be, csak körbe mehetnek. Tehát voltak ilyen szabályok, és ez gyorsan megtanulták, egyébként... és nem felejtik el. A kutyákkal való kapcsolatod az most milyen? Tehát amikor találkozol vele, ugye teljesen máshol éltek, mint mondjuk a kutyák, de ha találkozol úgymond a saját kutyáiddal, akkor ez most már inkább egy játékos időtöltés, vagy esetleg ugyanúgy fegyelmezett, sétálsz velük? Mi a kutyáinkkal azért találkozunk, hát értem, velünk élünk, és ott velünk vannak. Jó, csak mégis azért el vagytok szeparálva, úgy gondolom. Hát, napközben azért nem, mert kibejárkálunk, tehát ott vagyunk. De egyébként meg hát úgy külön nem kell őket vinni sétálni, meg egész nap szabadon vannak. Ugyanakkor, ha elmegyünk együtt, nyilván otthon nincs pórász. Ha elmegyünk együtt, akkor megy a játék. Megy egy kis játék, hozd vissza, gyere ide, ugra-bugra, tehát akkor azért megy a játék. Hogy bírtok el? Tehát 70 kilót meg kell tartanod, gondolom, hogy nem kis erő van benne, hogy menne mondjuk, hogyha nem? Nem erővel. Abszolút? Nem erővel. Ezt megint meg kell tanulni, hogyha elmegyünk mondjuk olyan helyre, ahol valóban pórház kell, mondjuk egy utcán, nem a kutya visz engem, hanem mellettem jön. Tehát nem kell visszafogni, mert ez külön meg van neki tanítva, hogy a gazda a főnök, és ő megy elől, és ő csak maximum mellettem mehet. Tehát, hogyha már fogni kell vissza a kutyát pórázzal, akkor már valami nem stimmel. Le van osztva egyébként a két kutya, Kátya inkább a tiéd tűn, de Szergely pedig a tiéd? Vagy hogy van a felállás? Sokszor mondják, hogy nem, nincs két gazdája egy kutyának, csak egy gazdás, de ők szerintem két gazdások. De főleg azért... Az ő a főnök. Na jó. Egy kicsit keményebb vagyok. Te adod az élelmet, nem? Hát, nem, váltva. Teljesen, esetlegesen. Többet is vagyok velük, vagy voltam velük, most már a nyugdíjas lett már nem annyira, de sokkal többet vagyok velük, többet adok enni is esetleg nekik, és a fegyelmezés is, én nagyon, nagyon keményen fegyelmezem őket, tehát elég erőteljesen, és semmit szóval... Mennyire vagytok mondjuk nagy utazók? Tehát mondjuk, hogyha elmentek, akkor mi történik a kutyákkal? Mondjuk elmentek egy hétre, elutaztok, akkor van-e segítség? Van, aki segít, és akkor meglátogatja őket naponta, visz kaját, úgyhogy ha csak egy-két napra, akkor meg gyakorlatilag el van a kétel nélkül. Három napig nem eszek, egy hangjuk nincsen. Jól, és egyébként, amikor hazatértek, akkor nem játsszák el a sértődöttet? Nem. Van az a mondás, tehát elnézést kérek, hogy rakd be a kocsival a feleségedet és a kutyádat, és menj vissza egy óra múlva, és melyik örül neked. Hát a kutya az mindig örül, nem? Tehát igazából bármikor mész haza. Hát volt ilyen vicces mondás régebben a mezőgazdasági pilóták között, hogy ha hazamegy, valaki mindig örül. Amikor elmegy, az asszony örül, amikor hazamegy, a kutya örül. Ez is jó. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és elhoztátok ezt a két gyönyörű kutyust. Nagyon, igen, most azt hiszem, hogy következik egy jó nagy pihenő nektek. Csodálatos, és hát le a kalappal tényleg, hogy két ilyen kutyát tudtok nevelni. Köszönjük. Tényleg jó fejek. Köszönjük szépen.